A lovascsoport második Lajos seregének mintegy 200 kilométeres útvonalát járja végig Lóháton, Érttől Mohácsig. Ezen az útvonalon vonult végig a magyar királyi sereg 1526-ban, hogy aztán augusztus 29-én Mohácson összecsapjon a török sereggel. A zarándoklat ötlete az onnan ered, hogy 1926-ban a Hadtörténeti Intézet a csata 400. évfordulója alkalmából emléktáblákat helyezett el a régi hadiút mentén, ugye ahol a II. Lajos király serege is végigvonult, és hát az itt látható Lajos köveken is van egy ilyen kis tájékoztató szöveg, és ennek emlékére, ennek tiszteletére a következő 500. évfordulóig minden évben szeretnénk ezt történelmi hagyományozókkal végigzarándokolni. A zarándoklat gondolatát a Magyar Királyi Hadtörténeti Múzeum 1926-os kezdeményezése ihlette, ugyanis az intézmény akkori vezetője, Aggházy Kamil alezredes felhívására azokon a településeken, ahol a mohácsi csatába igyekvő II. Lajos király serege táborozott, emléktáblákat helyeztek el. Innen is a túra célja felhívni a figyelmet az emlékhelyek sorozatára. Ezt a rendezvényt 4 éve csináljuk, és hát azért már, hogy benne vagyunk az utakban, benne vagyunk, tudjuk, hogy körülbelül melyik szakaszon milyen jármódval közlekedünk. Hát most ez a Ercsiből indul a csapat, le Dunaújváros, Dunaföldvár, Paks, Szekszárdpalánk, Báta és Mohács. 28-án este fogunk érkezni Mohács, és 29-én lesz az ünnepség. Városunkban az emlékhely a Béketér közelében található, ahol szerda délelőtt Barta Endre alpolgármester fogadta a Huszár bandériumot. Nagyon örülök annak, hogy ismét itt vagyunk itt a Lajos köveknél, hiszen egy fontos állomása ez egy missziónak, nyugodtan mondom már missziónak, hiszen sokadik alkalommal köszöntetjük itt a lovas zarándokokat. Egy kicsit érdekes, illetve izgalmas időszakot élünk, hiszen pár nappal ezelőtt ott a Dunának kikötőnél egy római őrhajót fogadtunk, szintén nagy dunamenti településeket ugye kötik össze azzal a programmal, és ez is jól mutatja azt, hogy bár éljük a mindennapjainkat, jönnek a gondok, de azért történnek velünk szép dolgok, jó dolgok. Mégis fontosnak tartjuk azt, hogy ápoljuk azokat a hagyományokat, amik számunkra fontosak, és tényleg azért vagyunk itt, hogy ezekből tanulhassunk, és tényleg tudjuk őket majd tovább is adni. A hagyományőrző lovas zarándokok nemzeti színű szalaggal övezték a Béketér melletti emlékművet, majd útnak indultak a következő állomásig. A Mohácson található emlékműhöz várhatóan augusztus 29-én érkeznek majd a lovasok.